Sziasztok, én Szelmese vagyok, és a mai videóban Diós Győri igazolásokról, illetve átigazolási pletykákról lesz szó. Ha érdekel benneteket a mai videó, akkor tartsatok vele! Ugye kezdetét vette az átigazolási szezon, és már két játékost is szerződtettünk, aminek én nagyon örülök, és nyilvánvalóan a szakmai stáb azon dolgozik, hogy még játékos mozgás azért legyen. Ugye az első téli érkezőnk az Lukasz volt, a Kisvárdából kölcsönöztük ki fél évre a brazil-magyar kettős állampolgár játékost. Nagyon sok kérdést kaptam egyébként vele kapcsolatban, hogy milyen pozíció játszik. Én, ha jól tudom, akkor védekező középpályás. Ő azt gondolom, hogy egy erős játékos lesz, nagyon-nagyon sokat fog majd nekünk segíteni várhatólag a középpályán. Bízom benne, hogy a középpálya közepén megtalálja majd a helyét, és nagyon jó vetétársa lesz majd Olá Bálintnak, illetve Szeles Tamásnak. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez a három védekező középpályás úgy motiválnák egymást, hogy abszolút mindenki a legjobb teljesítményét nyújtja majd, és bízom benne, hogy minél jobban fog ez majd működni. A DVTK tegnapi napon bejelentette, hogy Eppel Márton is csatlakozik a kerethez. Én ennek nagyon örülök, mivel egy nagyon-nagyon jó játékost igazoltunk szerintem. Egy olyan játékost, aki 8 alkalommal öltette magára a címerest, mert ezt a 2016-2017-es szezonban bajnok volt, valamint abban a szezonban még gólkirály is lett az NB1-ben. Tehát ennek nagyon örülök, hogy egy ilyen úgymond képzett és egy rutinos játékost igazoltunk. Ő 31 éves per pillanat, tehát azt lehet mondani, hogy még a pályafutásából van egy jó néhány év, tehát bízom benne, hogy az ő személyében kicsit hosszabb távra is már berendezkedhetünk, és bízom benne, hogy az ő szerződtetésével egy plusz rutin kerül a támadósorba, és egy erős támadósort tudunk majd minden mérkőzésre kiállítani. Ugye Asmir Szujic távozott a DVTK-ból, közös megegyezéssel szerződést bontottunk vele. Én ennek személy szerint örülök, hogy Asmir Szujic is távozik, mivel a saját pályafutásának is jót fog tenni, meg nem fog itt a mi kötelékünkbe úgymond demoralizálódni, hogy szinte sose játszik. Ha igazak a pletykák, akkor a DVTK valószínűleg megválik Makrai Gábortól. Valószínűleg el fog igazolni télen Makrai Gabi. Amit én azt lehet mondani, hogy örülök neki, én nagyon szeretem Makrai Gabinak a játékát, de nagyon szeretem Makrai Gabit is, tehát ő egy nagyon-nagyon jó játékos szerintem, de mivel nem nagyon kapott eddig lehetőséget, az egész szezonban összesen nem kapott 90 perc játék lehetőséget, ezért én azt gondolom, hogy most neki itt az ideje a váltásnak, és hogy még itt tartjuk szezon végéig, még le nem jár a szerződés, annak szerintem nagyon semmi értelme nem lenne, meg hát ugye Makrai Gábor nem is utazott el a csapattal az edzőtáborba. Ugye Könyves Norbert sem utazott el a csapattal az edzőtáborba, klub információi szerint ő beteg. A DVTK az első téli felkészülési mérkőzését vasárnap 15 óra 30 perctől játsza Spanyolországban az edzőtábor helyszínén, és ezt a mérkőzést a DVTK a YouTube csatornáján fogja majd közvetíteni. A mérkőzésről fog majd készülni összefoglaló is, illetve élő szöveges közvetítés a dvtk.eu. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett nektek a videó, akkor csapjátok egy lájkot és iratkozzatok fel, a következő videóban találkozunk, szevasztok!